Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket így most formálisan is a ma esti székesfehérvári gyakorlatunk előtt. Arra kérlek titeket, hogy mondjatok egy számot 1 és 208 között. 18. Szamádi. Nagyon jót választottál. Egyszer régen Mandzsusri bódhiszatva a buddhák gyülekezetébe ment. Mindenki a saját helyére ült, csak egy nő maradt Sákyamuni buddhához közel, mély szamádiba merülve. Mandzsusri megkérdezte buddhát, miért ülhet ez a nő ilyen közel hozzád, én pedig nem? A buddha így válaszolt, ébreszd fel a szamádiból, és kérdezd meg tőle. Mandzsusri háromszor körbejárta a nőt, és háromszor csettintett az ujjával. Ezután a tenyerébe vette, felvitte a legfelsőbb mennyországba, transzcendens energiával árasztotta el. De mégsem tudta felébreszteni. Ekkor a buddha így szólt. Még ha 100 Mandzsusri jelenne is meg, ők sem tudnák felébreszteni. Lent, mélyen, a sok milliónyi világ legalsóbbikában él Mám Jong bódhiszatva. Ő fel fogja ébreszteni. Mám Jong bódhiszatva azonnal megjelent a földről, és leborult a buddha előtt. Amikor megkapta tőle a felszólítást, a nő elé járult, és csettintett. Csak egyszer. Erre a nő azonnal felébredt, és felállt a helyéről. Kérdések. Mi a mély szamádi? Miért nem tudta egy első osztályú bódhiszatva felébreszteni a nőt, miközben az alsó világból érkezett igen? Miután a nő felébredt a szamádiból, mi vált világossá? Sung San Zen mester kommentárja. A fejeddel nem foghatod a tollat, a szemeddel nem hallasz hangokat, és a szád nem látja a tiszta eget. A férfi nem hordhat ki gyereket. A kéz, a láb és a fej mind saját feladatát végzi. Értsd meg a feladatod. Amikor a kakas reggel kukorékol, a tested megmozdul, és felkelsz. Hát ez egy nagyon szép, szimbolikus történet, szimbolikus zen történet, és milyen szutraszerű, mágikus világban találjuk magunkat. Ilyen történetek vannak például az Avatamszaka szutrában, meg ezekben a nagy Mahayana szutrákban, hogy ott van Buddha valami csodálatos, magas mennyországban, és ilyen egyéb bódhiszatvákkal lép kapcsolatba, és történik valami nagyon fontos. Itt ugye Mandzsusri volt jelen a történetben először, aki a bölcsesség bódhiszatvája. Szoktuk őt emlegetni a leborulós énekben, Munsuszári bószál koreaiul. Ő tehát a bölcsességet magát testesíti meg. Viszont itt egy picit olyan szerepet játszik, hogy ugye egy ilyen nagy, szinte már-már absztrakt bölcsesség. És ott van egy ilyen helyzet, hogy ott egy nagyon egyszerű nő, egy egyszerű gyakorló, és ott ül a buddha mellett, és akkor ez a nagy bölcsesség nem érti a maga absztrakciójában, hogy hát miért nem, miért ülhet ott, és én miért nem ülök ott. Ugye, és akkor utána bármit csinál, bármilyen különleges dolgot csinál, nem tudja fölébreszteni ebből a szamádiból, ami ez a mély egyéválás, mély meditáció. És amikor utána Buddha odahív egy földi lényt, egy egyszerű bódhiszatvát, az egyszer csettint, és a nő fölébred. Úgyhogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy mindig a célnak megfelelő dolgot kell keresni. Tehát, hogy kicsit itt így nyugaton, meg a mai világban hajlamosak vagyunk olyanok lenni, mint Mandzsusri ebben a történetben, hogy azt gondoljuk, hogy
valami nagyon komplex dologra van szükségünk, és nagyon bonyolultan is elkezdünk rajta gondolkodni. És akkor ebben a nagy bonyolultságban néha egyáltalán nem tudunk kapcsolódni a valósághoz. Ott van egy probléma, és nem tudunk vele mit kezdeni, mert túl gondoljuk. És te fölviheted a problémádat a hetedik mennyországba, és eláraszthatod transzcendens fénnyel. Ha nem az a megoldás, akkor az nem fogja megoldani. Úgyhogy ennek a szimbolikus történetnek ez a mély tanulsága van, hogy ez a faékszerű egyszerűség, amit a zen mindig hangsúlyoz, ezt bármennyire is nehéz pillanatról pillanatra megvalósítani, pont amiatt, mivel a gondolkodásunk annyira bonyolult tud lenni, akkor is következetesen vissza kell térni oda. És ugye bőjti időszakban vagyunk, és ilyenkor mindig érdemes azt azon elgondolkodni, hogy szeretünk testünkön keresztül bőjtöt végezni, hogy hát akkor nem eszünk ezt, meg nem eszünk azt, meg szigorú szabályokat betartunk, már aki. De ez egy szintje a bőjtnek, és van egy még nehezebb szintje, a tudat bőjtje, az elme bőjtje, amikor megpróbálod megállni azt, hogy túlbonyolítsd a dolgokat, hogy túl filozofáld a dolgokat. Szoktad hallani a tanításba, hogy ne hozz létre semmit. Mert ha létrehozol valamit, akkor azzal bajod lesz egy idő után. És itt kettő dologról beszélhetünk. Létrehozhatjuk például a negatív önképet, amitől szenvedünk. Itt könnyebb belátni azt, hogy ne hozz létre ezt, mert hát szenvedünk tőle. Más kérdés, hogy a negatív önképet nagyon nehéz lerakni, mert megszokjuk általában. De van ez, hogy konzekvensen azt gondolom magamról, hogy én ezt meg ezt nem tudom megcsinálni, én mindig elbukok, és lehetne folytatni. És ugye, ha ezt folyamatosan létrehozom magamba, hát akkor az is lesz, és bajom lesz. Ez az egyik. De van az alattomosabb, amikor valami úgymond pozitívat hozunk létre magunkba, hogy például mi vagyunk a nagyon spirituális zen gyakorlók, akik mindig tantien tudatosak, a csíjük harmonizálódott, szépen előlapon le, hátlapon föl, tudunk akár mindenféle ilyen leborulásokat, meg tai chi mozdulatokat, meg itt egy jogateremben jogázni tudunk, és mindig pozitívak vagyunk, mindig jók, és egyre jobbak, és fejlődünk, és egyre tisztábbak, tudatosabbak, ezoterikusabbak leszünk. És ahogy Sung Sa Zen mester mondja, ha létrehozol valami különlegeset, akkor lesz egy különleges dolgod, és előbb-utóbb a pokolra szállsz vele. Hiszen tudjuk azt mindannyian, hogy előbb-utóbb megbetegszünk, megöregszünk, meghalunk. Legyünk bármennyire ezoterikusak is. Nincs olyan, hogy mindig jól legyünk. És már ez, ha ezt gondolod, hogy azért gyakorlunk, hogy egyébként mindig jól legyünk, és mindig ilyen ride, ilyen nagyon ilyen tartózkodó egykedvűséggel legyünk mindenben, nem fog menni. És ez azért baj, mert az első ilyennél, vagy a másodiknál, vagy a harmadiknál, amikor ott vagy, hogy nem megy, azt fogod mondani, hogy hát a zen nem működik. Az úttal van baj, a tannal van baj. Holott azzal van baj, amit létrehozunk. Úgyhogy mind a pozitív, mind a negatív önkép bajos lehet. Ezért tanítjuk mindig azt, hogy bármennyire elcsépelt már, hogy tudni kell minden pillanatban tapasztalni ezt. Hogy csak benne vagy a csöndben, hallod esetleg az utca zaját, hallod azt is, amikor elcsöndesedik, látod, hogy milyen színű a padló, látod, hogy itt ülünk, és csak itt vagy ebben a pillanatban. Különlegesség, mennyország meg pokol nélkül. És akkor a nagyon egyszerű kapcsolódás a világhoz, ami néha annyi, hogy egy csettintés kell, és akkor felébred a másik, az lehetségessé válik.
Mert akkor te és a világ össze tud kapcsolódni, mint ahogy azt a gyakorlat energetikájában szoktuk tanítani. Hogyha kellőképpen visszahozod a tudatosságot ide, akkor a te energiád és a világegyetem energiája egyé válik, és nagy energiává alakul. Ez az, hogy benne vagy a világba, kapcsolódsz a világhoz, és harmóniával viseltetsz mindahhoz, ami éppen történik. Legyen az éppen egy nagyon kellemes pillanat, vagy egy megterhelő pillanat. Bevezetőnek talán ennyi elég is, és akkor várom a kérdéseiteket. Most érdemes föltenni a kérdéseket, mert ezzel segítünk egymásnak, és koan interjú, meg majd koanozni fogunk. Ez nagyon jó volt ez a koan, mert ehhez kapcsolódóan lenne kérdésem. Problémám is van ezzel, mégpedig én hajlamos vagyok átesni a ló túloldalára, és a nihilizmus irányába. Uh-huh. Tehát, mert amikor az embernek fellép egy olyan probléma, például keresed a kulcsodat a táskádba, amikor állsz a bejárati ajtónál, és nem találod, akkor utána elkezded kipakolni az egész táskádat, és annál jobban ugye rápöröksz, ezek ilyen hasonló uh-huh. dolgok. És amikor ilyenkor azt mondja neked valaki, hogy engedd el, tehát na, attól lesz igazán ideges az ember igen. ebben a helyzetben. És amikor így ráfeszülünk teljesen erre a dologra, akkor igen, hajlamosak vagyunk átesni a ló túloldalára, hogy akkor most az egész problémámmal ne foglalkozzak, és csak éljek bele a világba, és majd lesz, ami lesz. Én hajlamos vagyok ilyenkor ebbe átesni. De tudom, hogy a középutat kéne keresni, és valahogy úgy gondolom, hogy azért lenne ez jó, mert utána tudok tiszta aggyal problémát megoldani, és ez lenne a kérdésem, hogy hogy tudjuk ezt utána használni ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt a problémát, vagy bármelyik problémánkat, vagy a kulcsunkat végül megtaláljuk, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni végül. Uh-huh. Tehát, hogy a középutat hogy találom meg, hogy ne essek át a kétségbeesésbe a végén az egészbe. Uh-huh. Mert hogy a környezetemben sokakat látok, akik látszólag, tehát számomra látszólag úgy élik az életüket, hogy nem foglalkozunk vele, majd lesz vele valami, élünk a világba, uh-huh. és a többi, és a többi. És elsőre ezt látnám, vagy ezt gondolnám, de tudom, hogy nem jó megoldás. Tehát hogy tudom ezt alkalmazni jól, hogy végül a középutat megtaláljam, és a problémámat is uh-huh. meg tudjam oldani? Igen. Jó a kérdés. Szépen és képletesen leírtad, hogy milyen két véglet lehetséges így a tudatunkba, meg pszichésen. Egyik az, hogy ráizgulunk, ráfeszülünk valamire, beszűkül a tudatunk, meg van az a másik oldal, amikor azt mondjuk, hogy teszek én rá, mindegy. Az meg, amikor az a másik polaritás, amikor így lecuppansz a világról teljesen. És akkor nincsen kapcsolat, a másiknál meg annyira erős a kapcsolat, hogy csak mondjuk ezt tudom nézni, hogy én most zenbotom van, és a zenbot, csak ezzel az a baj, hogy akkor a tudatom csak beszűkül arra, hogy a zenbot, és nincs más. A másiknál meg az van, hogy nem vagyok hajlandó észrevenni azt, hogy itt a zenbot. És az, ezt kell látni, hogy ez ugyanannak a folyamatnak a két véglete. És akkor tudsz ebből kijönni, leginkább a konzekvens gyakorlás által, a kitartó, folyamatos erőfeszítés által, hogy minél nagyobb belső teret képzel ki a magad számára. Ezért ülünk sokat, ezért megyünk elvonulásra, ezért éneklünk, borulunk, stb. Mert igen, az a finom jel, az a finom tudatosság, ami mindig ott van veled, független attól, hogy ülsz, hogy fölállsz és kérdezel, hogy alszol, hogy sétálsz, hogy álmodsz, hogy nem álmodsz,
ez mindig ott van, csak olyannyira megszokjuk ezt a folyamatos változását a tudatunknak, hogy abba vagyunk benne, és a finom jel nem érződik, nem veszed észre. Azért van szükség erre nagyon hosszú sok gyakorlásra, hogy észrevedd, hogy kiműveld erre az egész érzékelésedet. És hogyha erre van már egy bejáratott tapasztalatod, akkor az ilyen helyzetekben vissza tudsz ide térni. Anélkül, hogy leülnél és a formát művelnéd a maga formalitásaival együtt. Az, amit itt csinálunk, az a tréningezés. Az, amikor lemegyünk a konditerembe és elkezdünk mindenféle dolgokat csinálni. Persze akkor is lehet olyan, hogy lemész a konditerembe és csak leülsz és posztolgatsz onnan, de valójában nem emelgeted a súlyukat. Úgyhogy ez is lehet egy veszély a gyakorlat során, hogy bejössz a darmaterembe, de valójában nem csinálsz semmit. Tehát azért az is fontos, hogy mi zajlik belül, és azt viszont ugye csak te tudod. Ez ennek a műfajnak a veszélye, hogy próbálhatok tanácsot adni, de végső soron az, hogy mi zajlik benned, azt csak te tudod. És ezért te vagy a felelős, meg mindenki saját magáért, hogy a gyakorlatot jól csinálja. Ha viszont jól csinálod, akkor egyre inkább képes leszel látni a folyamataidat. Tehát ezért nem is szoktuk ezt mondani, hogy ezt erőltetni kell. Nem lehet erőltetni, hanem egyszerűen rászoksz, hogy aha, ja igen, ez az. Aha, na most lennék ideges. Aha, na most szuppannék rá. Aha, na most választanám azt a menekülési taktikát, hogy inkább azt mondom, hogy tojok az egészre, és eltolom magamtól. Ez a, mondjuk az a másik taktika, emberi kapcsolatokon észlelhető ez jól, hogy van az a taktika, amit sokan szoktak, például a férfiak előszeretettel művelik, hogy van egy konfliktus helyzet, elkezd, és kimegy a, nem tudom, füvet vágni, vagy iszik egy sört, vagy kettőt, vagy hármat. Hogy ne kelljen szembesülni a problémával. A másik, amikor megöljük egymást, és kész vége. Tehát, hogy feszültségtűrésre is van szükség. Ez a másik, ami tanulható, és ebben a fajta gyakorlatban, amit művelünk, kiművelhető, hogy ott egy nehéz helyzet, és benne maradsz. Ide még azt csatolnám hozzá, hogy ezért fontos, amit mondtam, hogy nem csak a különleges állapotokat keressük, hanem következetesen a meditációban azt is elviseljük, amikor nem jó. Mi a nem jó? Fáj, úgy nem tudsz koncentrálni, különféle gondolatok kínoznak, stb. Ezt el tudod-e viselni? El tudod-e úgy viselni, hogy jó, hát ez is egy ülés volt. Meg az is egy ülés volt, amikor ülsz a templomba, és csicseregnek a madarak, és jól vagy, és akkor szép. Megy ülésről, ülésről, ülésre, és tűröd mindegyiket. A jót is, és az úgymond kellemetlent is. Úgyhogy, ha megvan ez a feszültségtűrés, akkor, amikor jön ez a helyzet, akkor leszel annyira tudatos, hogy nem akarsz a zenbot egyik végére sem menni már. Széljegyzett még a hosszú magyarázathoz, hogy ez elmondva szép, a tapasztalatom az, hogy türelmes, hosszú gyakorlással megy. Hogy újra és újra akarom. És akkor úgy is lesz, hogy először mondjuk 10 ilyen helyzetből csak egyszer-kétszer, meg kisebb volumenűnél megy, aztán mehet többnél is. És aztán 10-20-30 év gyakorlás után is bőven van, amikor az egész kimegy az ablakon, és még rosszabbul reagálsz, mint aki semmilyet nem csinál, de ez is a része. Úgyhogy a másik, amit el lehet sajátítani egy idő után, egyfajta belső könnyedség, hogy ne akarj megfelelni mindenképpen annak, hogy te jól csináld. Csak csináld. Ez ennek mindig az értelme, hogy amiket Sung San is mondott, hogy csak te, csak csináld. Ezt is könnyen félre lehet érteni, de a lényege ez, hogy ezeket az elvárásokat, meg gondolatokat
ne vetítsd rá a helyzetre. Attól szenvedünk. Attól szenvedünk. Úgyhogy amikor éppen ott van, hogy nincs meg a kulcs, egy-két jó mély lélegzet, tantien tudatosság, és akkor megkeresed a kulcsot. Meg lesz egy idő után. Jó? Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e fejlődni szenvedés nélkül? Lehet. De a szenvedéssel általában gyorsabban szokott menni. Úgyhogy persze mindent lehet, mert lehetősége mindennek megvan. A gyakorlatban azért kevésszer szokott ez lenni, mert ha te egy helyzetben nagyon jól vagy, akkor nem érzed azt, hogy ki kéne onnan mozdulnod. Nem látsz rá arra, hogy mondjuk ez itt kellemetlen, vagy kicsit mondjuk, hogyha nem jó az ülőgarnitúra, akkor megyünk venni egy másikat, meg kényelmetlenül ülünk rajta. De ha éppen jó, akkor eltespedünk rajta. Tehát hajlamosak vagyunk a kellemes szituációban eltunyulni. De ott is egy idő után, ha megnézed, a szenvedés egy idő után bekopog, ha más nem, úgy, hogy unatkozol, úgy érzed, hogy most valahova tovább kéne mozdulni, és az már egyfajta szenvedés. Úgyhogy ez egyfajta motor. A szenvedés így is úgy is megjelenik az ember életébe, úgyhogy amikor megjelenik, akkor utána, ha mondjuk gyakorlói életmódot folytatunk, akkor annyi a szerencsénk, hogy kicsit könnyebben állunk hozzá a feladathoz, illetve hozzáállunk a feladathoz, inkább úgy mondanám. Megvan az esélye rá, hogy akkor látjuk a feladatot, és akkor elkezdjük csinálni. Hogy mondjuk ott a kertbe sok levél, van, aki azt mondja, hogy jó van ott az a levél. Nem is látja a munkát. Másik meg, aki dolgos, azt mondja, hogy jó, hát söpörjük össze. És kimegy és elsöpri. Úgyhogy valahogy így van a szenvedéssel is. Nagyon sok embert látok, aki nagyon szenved, de nem történik semmi. Tehát nem mozdul ki belőle, hanem beleragad valamilyen fajta szerepbe, ami könnyűnek tűnik. Mondjuk például egy áldozatszerep, az klasszikusan olyan, ami jó, akkor engem megcsaltak, átvertek, ez történt, az történt, beteg lettem, és akkor engem egy másik ember, vagy a világ tönkretett, stb., és beleragadsz ebbe a szerepbe, mert ez kényelmes, és hogyha te vagy az áldozat, akkor lehet téged sajnálni például. És az jó, azt szeretjük. Hogy jó, hát akkor sajnáljanak, és akkor nem kell cselekedni. Úgyhogy meg még sokfajta verzió van, úgyhogy ezért van, hogy sokan benne maradnak a szenvedésbe, és nem változnak, nem fejlődnek általa. Ha viszont van egy olyan irányvételed, hogy igen, én konzekvensen megfogadtam, hogy pillanatról pillanatra elérem a felébredést, és segítek minden lénynek, ez nem véletlenül van így megfogalmazva, mert egyrészt az, hogy igen, jó, benne tudok ragadni a szenvedésbe, de nem, fölébredek ebből az álomból, akárhányszor jelentkezzen is, a szenvedés álma, a nehézség álma, az álom alatt értsd azt, hogy illuzórikus jellege, mert a tudat teremti, és ott a többi lény, tehát ott a kapcsolódás. Ezért van ez így megfogalmazva a zenbe, hogy nem csak magadért, hanem utána tessék visszamenni a többi ember közé, a közösségbe, a kapcsolatba. Mert ott is tud lenni aztán még egy elakadás, hogy oké, jó, és akkor magamra zárom az ajtót, maximum lemegyek néha vásárolni meg a munkahelyemre, és akkor hogy keresek valami pénzt, de senkivel nem tudok kapcsolódni, és nézem a tévét. Ettől is szenvedünk. Ezt már egyébként nem csak a hagyományok, hanem mondjuk azért úgy a lélektan is jó ideje mondja, hogy akkor vagyunk jól, hogyha tudjuk tenni a dolgunkat, hogyha cselekszünk, és tudunk kapcsolódni a többi emberhez. Mert kapcsolatban létezünk igazán jól. Ezt
Sigmund Freud nagyon szépen megfogalmazta, akkor megkérdezték, hogy milyen az érett személyiség, arra ő azt mondta, hogy az érett személyiségű ember tud szeretni, és tud dolgozni. Ez elég szépen megfogalmazza ezt, hogy kapcsolódás, szeretet és munka a világban való részvétel. Úgyhogy, ha megvan ez a fajta irányvételed, akkor amikor beüt a krach, ami biztos, hogy fog. Ez benne a nehéz, hogy még akkor is, amikor elkezdesz egy utat, és van egy szenvedésed, és kijössz belőle, egyszerűen amíg testbe vagy, amíg itt vagy, biztos, hogy fog jönni egy újabb. És aztán a végén az, hogy hát, ugye, itt is kell ezt hagyni. Úgyhogy ott lesz mindig a nagy feladat, tartsd meg ezt a belső irányvételt szilárdan mindig. Mert ez egy olyan lámpás, ami tovább visz. Az lehet még egy nehézség, és erre is sok tapasztalatot láthatunk személyes környezetben is, de ha olvasunk lélektani könyveket, akkor is, hogyha valójában nincsen elképzelésed arról, hogy vannak a dolgok a személyiségtől nagyobb szinten, hanem csak úgy élsz bele a világba, hogy hát jó, egyik napról a másikra bemegyek, csinálom a dolgom, de hogy úgy nem gondolsz bele, hogy egyébként még ez hogy van az univerzum, hogy van a nálunknál nagyobb, akkor nagyon el tudjuk veszteni az utunkat. És akkor jön egy nehézség, jön egy krach, és kész vége. Az padlóra küld. Klasszikusan egy ilyen kódolt helyzet, életközép. Például az életközepi válság, amikor ott van, hogy hoppá, hát eddig csináltam valamit, de most már lehet, hogy kevesebb van hátra, mint volt. És ennek is a kulcsa, a nagy válságnak a kulcsa az, hogy tudsz-e valahogy kapcsolódni ahhoz, ami tőled nagyobb, a személyiségednél, a karmádnál nagyobb. És azok tudnak ilyen helyzetekben eredményesen tovább menni, növekedni, úgymond lelkileg, akiknek van ilyen. Tehát ezért hangsúlyozom ennyire ezt az irányvételt, mert a buddhizmus nagyon érdekes, meg a zen különösen, mert egyfelől nem ad ilyen ködös magyarázatokat arról, hogy majd mi lesz, meg hogy lesz, viszont a kezedbe ad egy ilyen nagyon erős irányvételt. És azt, hogy ott van ez a tiszta tudat, amit tapasztalhatsz, és ebben bíz. És akkor visszacsatolva az elejére, akkor a független attól, hogy van-e szenvedés, van-e nehézség az életedben, vagy éppen nincs, járni fogod az utat. És haladni fogsz, és az jó lesz másoknak is. Nagyon szívesen. Többször hallottam már tőletek azt a kifejezést, hogy valakinek vagy valaminek a következményévé válni. Mit jelent ez pontosan? Miért kérdezel ilyen hülyeségeket? Hát mondd meg, miért kérdezel ilyen hülyeségeket? Hát mondtam, hogy értelmeset kérdezzél. Hát ez így nem jó. Most nem tudsz válaszolni. Na? Hát gyerünk! Na, igen? Mondjad! Nem idegesítesz fel? Szalad a kutya a csont után. Na, tehát, na jó, ez ennyiképpen ennek a nyugdíjtan ülj le, ennek a demonstrálására használtam, hogy de már ezzel is belementél, hogy nem idegesítelek föl. Tehát akkor válsz valakinek a következményévé, amikor abban a kapcsolatban, ahogyan vele, ezzel a másikkal vagy, elveszted a szabadságod. Tehát, hogy nem úgy cselekszel, ahogy egyébként te szeretnél,
ahogy úgy ahogy magadból jönne, hanem csak reagálsz. Csak mész utána. Nem véletlenül mondtam ezt is, ezt a jókész zen mondást, hogy szalad a kutya a csont után. Ezt arra szoktuk mondani koan interjún, amikor elhangzik valamilyen jó kis dualitás, hogy ilyen vagy olyan, vagy azt mondjuk, hogy nem helyes a helyes válaszra egyébként, és akkor elgondolkodsz, hogy tényleg nem helyes, hát akkor inkább lehet, hogy az. És akkor szaladtál a tanítónak a Vágó Istvánkodása után, ugye, tudjátok, volt ez a legyen is milliómosba, és akkor azt csinálta a kvízmester, hogy amikor valaki mondta a jó választ, akkor utána visszakérdezett, hogy biztos ön ebben? És akkor ugye elbizonytalanodik. Holott, hogyha tudod, hogy jó, akkor tarts ki a mellett, hogy jó, akkor megőrzöd a szabadságod. Úgyhogy ez különösen akkor nehéz, amikor konfliktus helyzetben vagy valakivel, hogy ott hogy őrzöd meg a szabadságod. Hogy ne csak kövesd azt, ahogyan ő téged provokál. A szó is innen ered, ugye provokare, előhívni latinul. Hogy mit hív elő belőled. És nagyon jól tud működni, amikor egy konfliktus helyzetben te nem azt a reakciót adod, amit a másik tudatosan vagy leginkább tudattalanul, de elvárna. Ilyen az a helyzet, amikor mondjuk bemész egy hivatalba, és ott a egész napos munkában kifáradt, kiégett hivatalnok, nő vagy hivatalnok, és akkor leordítja a fejedet, vagy csúnyán beszél veled, vagy stb. És akkor a legtöbb ember erre visszaordít, kimegy, és ott a konfliktus. De hogyha te ott vagy, és látod, hogy hát jó, hát szegény, biztos itt ki van égve, és stb. És úgy reagálsz rá, hogy teljesen nyugodtan, és ez az attitűddel, hogy miben segíthetek. Ezt az attitűdöt egyébként jó használni minden ilyen helyzetben, hogy úgy menj be, nem kell ezt mondani, ezt a kérdést, de hogy miben segíthetek. Ez legyen benned, hogy a másik embert, aki adott esetben nehéz, tud őt is úgy tekinteni, hogy hát lehet, hogy segítségre van szüksége. És akkor már azzal segítesz neki is, hogy nyugodtan válaszolsz. És ezt érdemes ezzel gyakorolni, mert olyan jó látni ilyenkor a döbbenetet az arcán a másiknak, hogy nem is érti, hogy most én provokáltam, de hogy nem. Hogy nem. És akkor ő is oda nyugszik arra közös nevezőre, hogy te nyugodt vagy. Úgyhogy akkor megőrizted a szabadságod, és nem váltál másnak a következményévé. Ugyanígy nagyon fontos, hogy a tömegesen közvetített mindenféle üzeneteknek se váljunk a következményévé. Mert mindenki próbál valamilyen hatást gyakorolni ránk, innen-onnan, marketing szempontból, politikai szempontból, nagyon sokféle szempontból, és a véleményünkkel folyamatosan, mint a Csipolla Thomas Mannnál, ugye itt így befolyásolnak, meg hipnotizálnak, és ott is meg tudod-e tartani a középpontot. Ami azt jelenti, hogy sem nem mész ujjongani, sem nem mész döntögetni, meg beverni a kirakatot, meg stb., hanem tisztán higgadtan középen maradsz-e, szabad maradsz-e, felnőtt maradsz-e. Ez veszélyes, ugye, más oldalról nézve, de ezt be kell vállalni. Tehát, ha meg tudsz maradni ebben az állapotban, akkor vagy úgymond felnőtt a társadalomban, akiben bízhatnak a körülötte lévők, és te is bízhatsz másokban. Úgyhogy ne válj mások következményévé. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezeket a remek kérdéseket, és akkor ezzel a kérdezfelelek véget ért, és jöhet a gyakorlat érdemi része, az éneklés meg a meditáció. Köszönöm szépen!